A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület Balkánfest zenés estét rendezett a szőlőhegyi hegyalja téren. A dallamos délszláv zenét a Mohácsi Bádel zenekar szolgáltatta. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat eldöntötte egy jó hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt, hogy a Mindenszentek követő időszak, mielőtt kezdődne az advent, kihasználva ezt a tulajdonképpen szürke, sötét időszakot, próbált valamit, egy kis hangulatot vinni itt az emberek életébe, itt a Szőlőhegyen, és egy ilyen Balkánfest programot próbáltunk szervezni, nem önállóan, hanem ahol lakunk, ugye itt a Dombóvári Szőlőhegyen működik egy nagyon jó új egyesület, a Szőlőhegyek Szőlőhegyér Egyesület, akikkel közösen terveztük el ezt, hogy ezen a hétvégén rendezünk egy ilyent. Hát az idővel nem lett sajnos szerencsénk, bárhogy is terveztük, nagyon rossz idő lett, még délelőtt folyamán nem esett az eső, de most katasztrófa, ami volt délután. Hát legközelebb nem tudjuk, hogy hogyan álljunk neki, és hogyan tervezzük, hogy ez sikerüljön. A Mohácsi Bádel zenekar a vendégünk, akik adnák ezt a nagyon jó műsort, hiszen ismerjük őket, többször voltak már itt Dombóváron nálunk a meghívásunkra. Nagyon jó délszláv zenét játszanak, tehát horvátot, szerbet, makedont, bosnyákot, tehát minden van a repertoárjukban. Hát sajnos ez most így nem jött össze. Pedig igyekeztünk itt az egyesülettel együtt, a szőlőhegyekkel, hiszen látjátok, sátrat állítottunk, padokat szereztünk. A város az utolsó pillanatban segített nekünk, polgármester úr segítségével felállítottuk, hogyha lesznek vendégekbe, tudjunk állni a sátra alá, tehát sajnos ez a kegyetlen időjárás mindent keresztül húzott. Hát bízunk benne, hogy ennek a kis csapatnak, aki mégiscsak összejött, a zenekar, Vilákovics Vjekoszlávék csinálnak egy jó kis hangulatot, és hát bízunk benne, hogy legközelebb jobb lesz. A rossz idő ellenére kiváló hangulatot teremtett Vilákovics Vjekoszláv és Bozsánovics Tamás. Jako sobě lene věde, celý oči zelené, jako sobě.